Alig kell már visszaszámolni, és jönnek a 200 méteres férfi mellúszás finalistái. Nyurta Dániellel a sorban, de nem elsőként érkezik, majd utolsó előttiként Dani Girdrius. Titenis a futamokban, nem kiemelt futamban húzta a legjobb időt, de éppen hogy bejutott a döntőbe, 2 éve holtversenyben nyert bronzérmet a litván. A koreai Choi egyéni csúccsal érkezett ide, az ázsiai játékok ezüstérmese ő. Az amerikai Michael Jamieson, de amerikai brit Michael Jamieson úszik a 7-es pályán, nemzetközi jelenségi játékok ezüst. Övé volt a legerősebb utolsó 50 méter, de azért nem kell Danit se félteni, övé a harmadik legerősebb tegnap. Szintén egyéni csúcs, élete első döntőjében a másik brit Andrew Willis. Aztán jön az egyik nagy ellenfél, Eric Chanteau, aranyérmes volt a vegyes váltóval 2 éve, 200-on viszont Dani mögött az ezüstérmet nyerte meg, Eric Chanteau. A német bajnok, a mindössze 18 esztendős Fom Lén, a 3-as pályán úszik majd. És akkor a két legnagyobb esélyes, a címvédő, a világ és Európa bajnok, 7 éve már olimpiai ezüstérmese volt a számnak, Gyurta Dániel, Magyarország. Aki a döntősök közül egyedüliként megelőzte Danit, az a kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok ebben a számban, Kosuke Kitajima. Neki van a legjobb ideje az idei világranglistán a versenyzők közül. Tomita, aki ugye a legjobb időt húzott, nem is jutott döntőbe. És akkor az érdekességek, az elődöntős idők alapján Dani a második legjobb első 50 Kitajima mögött. A harmadik legjobb második, a legjobb harmadik, és a harmadik legjobb utolsó 50. Vagyis a legkiegyensúlyozottabb versenyzés, és ennek azért van nagy jelentősége, mert Rómában úgy rakta össze, és úgy nyerte meg a világbajnoki címet, hogy egy nem lemaradós kezdés után 3 tökéletesen egyforma 50 métert úszott, és erre csak ő volt képes. Ha most megismétli, és elbír Kitajimával, szenzáció számba menő módon megvédheti a címét. Kettejük közül, a két nagy favorit közül Kitajimáé a jobb rajt, de 200 méteren ez talán a legkevesebbet számít. Már talán Kitajima és Dani előrébb, mint a többiek. Bár Titenis itt a 8-as pályán egész jól jön, de az első 50 ritka, hogy bármiről is dönt. Vagy mondjuk így, nem dönt semmiről. Nézzük a részidőt. Világcsúcs részidőn belül kezd Girdrius Titenis. A világcsúcsot Christian Sprenger úszta, az ausztrál, Rómában az elődöntőben. Gyurta Dani 29.02-vel kezdett, ami jóval erősebb, mint a korábbi kezdése, még a római kezdésénél is jóval erősebb. De mondom, most ezúttal a kezdésében is van plusz. Kitajimának is van plusz, mert nagyon hosszú tempókkal, nagyon szépen halad, világcsúcs részidőn belül ússza az első 100-at. Igaz, már csak egyetlen tizeddel Sprenger 2.07.31-én belül. De Dani ott van a nyakán. Igaz, nem volt az első 3-ban a fordulónál, de most már ott van az első 3-ban, mi több, a második helyen. 1.01.98, 2 tizeddel még a római idejénél is jobb. A szuperruhás világbajnok idejénél az első 100 méterre Gyurta Dánielnek. És bár Kitajima elől megy, ez a hátrány egy gyurtás hajnával nem ledolgozhatatlan. Eric Chanteau jön a harmadik helyen, de az ő harmadik pozíciója korán sem biztos. Még mindig világcsúcs részidőn belül Kitajima, és akkor most indítja meg Dani azt a hajrát. Most indítja meg Dani azt a hajrát, 35 méter még a végéig, Chanteau is zárkózik fel, és Von Leim a német, lehet, hogy ők a dobogon lesznek nagy harcban. A helyezésekért Dani próbálja közelíteni Kitajimát, a szinte verhetetlen japánt, és én úgy látom, hogy közelíti is. Világcsúcs már nem lesz, de az utolsó 10 méteren meg lehet kérni a világbajnoki címet, és Dani megveri Kitajimát, és megvédi az aranyérmet. Gyurta Dániel a világbajnok. Hát mit csinált itt a végén? 2.08.44, őrületes győzelem, a legendát verte meg, kard ki kard.
versenyben!